Sziasztok, Tamás vagyok. Üdvözöllek benneteket Hitetlen Tamás csatornáján. Ebben a videóban 5 olyan dologról szeretnék beszélni, amit Jehova tanúi nem tudnak a saját vallásukról. Mielőtt azonban rátérnék el az 5 pontra, szeretném leszögezni, hogy nem célom a gyűlöletkeltés. Jehova tanúi, mint embereket tisztelem, és szeretném, ha mindenki méltósággal bánna velük. Nem értek egyet azokkal, akik gúnyolják őket, akik durván bánnak velük, és a többi. Szerintem mindenki, aki vallásos manipuláció áldozata, megérdemli az áldozatnak kiáró együttérzést és empátiát. Ellenben nem gondolom azt, hogy a vallásokat, mint hitrendszert tisztelni kellene. Még kevésbé kellene tartózkodni az eszméik és a gyakorlataik jogos kritikájától és megkérdőjelezésétől, mivel emberek milliói, milliárdjainak az életére nagyon nagy hatással vannak. Most vissza a témánkhoz. 5 olyan pont, amit Jehova tanúi nem tudnak a saját vallásukról. Miért nem tudnak róla? Elég érdekes dolog. Nos, ez a vakfolt leginkább annak köszönhető, hogy Jehova tanúi arra vannak tanítva, hogy ne olvassanak, ne nézzenek, ne hallgassanak semmi olyasmit, ami kritikusan beszél a vallásukról. Mert az ilyen információk szerintük értelemszerűen mind hamisak, hazugságok, az ördögtől vannak. Ez azt jelenti, hogy ha egy olyan információt hallanak, ami nem illik bele abba a képbe, amit a saját vallásuk fest önmagáról, akkor ezt az információt gondolkodás nélkül visszautasítják, végig se hallgatják, tehát nem hajlandóak ezzel foglalkozni. Sőt, arra vannak buzdítva, hogy ha Jehova tanúival kapcsolatos híreket szeretnének megtudni, akkor csak a saját hivatalos honlapjukról tudakozódjanak, hiszen ott mindent megtalálnak, ami számukra fontos lehet. Még egy plusz ráadás, hogy Jehova tanúi még attól is óva vannak és intve vannak, hogy a saját régebbi kiadványaikat olvassák, ami olyan 40-50 évvel korábban íródott, vagy attól visszább. Ilyen beállítottsággal nem csoda, hogy azért rengeteg olyan dolog van, amit nem tudnak a múltjukkal kapcsolatban, és nem tudnak jelenlegi dolgokkal kapcsolatban sem, amik a világban történnek velük kapcsolatosan, hogyha az esetleg negatív fényben tüntetné fel a vallásukat. Az első dolog, amit szeretnék megemlíteni, a be nem teljesült világvége jövendőlések. Jehova tanúinak majd egy tucatnyi világvége jövendőlése volt. Várták Armageddont többek között 1914-re, 1918-ra, 1925-re, 1951-re, a legutóbbi konkrét dátum 1975 volt. És mindezt állítólag a bibliai kronológiából számolták ki. Észrevehettétek ti is, ezek a világ vége jövendőlések nem igazán váltak be. Voltak, akik hajlandóak voltak feladni mindent, lemondani házasodásról, csak azért, mert már közel van a világ vége, lemondani karrierről, oktatásról. Voltak, akik az ingatlanjukat adták el, arra számítva, hogy már csak egy pár hónap van a világ végéig. Szóval azért elég sokaknak, akik komolyan vették ezeket a jövendőléseket, jelentős hatással volt az életükre. Mégis hogy lehet az, hogy Jehova tanúi nem tudják azt, hogy nekik voltak világvége jövendőléseik? Bármelyik Jehova tanúját megkérdezett, hogy jövendőltek-e valaha olyat, hogy valamelyik évben konkrétan eljön a világ vége, azt fogja válaszolni neked, hogy nem, ilyen nem történt. Mai tanúk úgy tudják, hogy igazából csak egyesek Jehova tanúi közül gondolták azt, hogy ezek az évszámok a Biblián alapulva a világ végét jelentik, a világ végét fogják elhozni, de hogy igazából ez nem a vezetőségtől jött, ami így egy az egyben egy egész nagy hazugság. Miért? Hát, hogyha megnézzük a régi kiadványokat, 1914-es évet még az alapítójuk Charles Taze Russell jövendőlte meg. És ahogy ebben a könyvben itt például láthatjátok, és ki is emeltem nektek itt ebben a könyvben ezt a részt. Russell azt mondta, a saját fordításomban próbálom visszaadni az angol szövegnek az értelmét, az erős bibliai bizonyítékokat figyelembe véve,
Megfontolva a pogányok idejének végét, mi egy megalapozott igazságnak gondoljuk, hogy a jelenlegi világi kormányzatainak a vége és Isten királyságának teljes megalapozása befejeződik az időszámításunk szerinti 1914-es év végéig. Ebben a folyóratban is, amit most a képernyőn láthat, és ha szeretnétek, le is állíthatjátok a videót, hogy alaposabban megnézhessétek, hogy mit is állítottak 1914-jel kapcsolatban, pontosabban mit állított Charles T. Russell, a vezetőjük. Most ebben a cikkben Russell kihangsúlyozta, hogy 1914 nem a nyomorúságok kezdetének az éve lesz, hanem a nyomorúságoknak a vége. Tehát a két szó dőlt betűvel szerepel. És hogy miért nem tudnak erről jehova tanulni, hadd álljon itt magyarázatként egy 2004-ben kiadott Őrtorony február 1-i szám 19-es oldaláról származó idézet. A bibliakutatókról mondva, vagyis azokról, akik annak idején jehova tanúi elődei voltak Charles T. Russell idejében, azt írja a 2004. február 1-i Őrtorony a 19-es oldalon, hogy kiszámolták, hogy 1914-ben jött el a nemzetek meghatározott idejének a vége. Ez még nem is annyira fontos, de figyeljétek a következő mondatot. Azt is felismerték, hogy ekkor kezdődött el a világrendszer befejezése. Tehát Russell azt mondta, 1914 nem a kezdete lesz a bajoknak, a nyomorúságnak, hanem a vége. Ezzel szemben a 2004-es őrtorony azt írja, hogy ők úgy tudták, hogy ekkor kezdődött el a világrendszer befejezése. Ezt nem lehet másképp nevezni, mint történelem hamisítás. A mai narratíva teljesen meghamisítja a történelmüket. Amint átmondtam, a tanúk többsége úgy tudja, hogy nem is voltak világvége jövendőléseik. Csak akkor válhat világossá tanú számára, akkor válik egyértelmű tényé, hogy ismételten voltak beteljesületlen világvége jövendőléseik, amikor utána néz a régi kiadványokban és a saját szemével látja azt. Ugyanúgy találhatóak bizonyítékok a többi évszámokra is a saját kiadványaimban. Ugye értitek, hogy miért mondja a mai vezetőség azt, hogy nem kell foglalkozni a régen írt kiadványaikkal? Második pont. A tanú 99%-ának ismeretlen tény a Watchtower Bible and Tract Society, vagyis Jehova tanúi amerikai jogi szervezetének, az NGO-ként való társulása az ENSZ-el. Hogy mi is az NGO, Non-Governmental Organization, magyarul nem kormányzati szervezet, közismertebb nevén civil szervezetet jelent. 1992-ben az Őrtorony Társulat beegyeztette magát jóváhagyott NGO-ként az ENSZ-nél. És hogy mi a különleges ebben? Nos, a hivatalos doktrinájuk szerint az ENSZ igazából a lejelenések könyvében lévő skarlát színű vadállat, és az ENSZ káromló utánzata Isten királyságának, melyre, és most idézem a folyóratokból, utálattal tekintenek, mint keresztények. Ezen kívül a tanoknak az alapvető tanítása az, hogy semlegesek szeretnének maradni a világ összes politikai elemétől, és nem szeretnének semmilyen módon se beleavatkozni, vagy részesei lenni, támogatni a politikát. Szóval ez a társulás az ENSZ-el sehogy sem egyeztethető össze a hitnézeteikkel. Ezért nem csoda, hogy amikor 2001-ben egy oknyomozó újságíró a Guardiannál, a brit napilapnál nyilvánosságra hozta ezt a kapcsolatot, akkor sokan megbotránkoztak a vezetőség képmutatásán. Néhány napon belül a cikk megjelenését követően az újságban az Őrtorony Társulat visszavonta a tagságát az ENSZ-nél, sőt, egy levélváltás is történt az Őrtorony Társulat és a Guardian napilap írója között, ami szintén nyilvánosságra került, itt meg is nézhetitek, kiteszem a képernyőre, hogyha szeretnétek, le is állíthatjátok a videót, hogy megnézhessétek alaposabban. Az ENSZ-nél annyira sokan érdeklődtek ez ügyben, hogy az ENSZ-nél jónak látták, hogy hivatalos közleményben tisztázzák a helyzetet,
És ebben leírták, hogy igenis volt egy ilyen affiliáció az ENSZ és a Watchtower között, ami 1992-től 2001-ig tartott, és ez magában foglalta a következő feltételeket, ahogy láthatjátok a kijelzőn a levélben is. Egy, hogy az MGO, ebben az esetben a Watchtower Bible and Tract Society, osztja az ENSZ alapokmányának az elveit. Egy másik ilyen pont, hogy teljesen non-profit alapon működik. Egy másik pont, bizonyítottan érdeklődik az Egyesült Nemzetek ügyei iránt, és bizonyítottan képes nagy vagy speciális közönség elérésére. És még egy pont, amit ki szeretnék emelni, elkötelezettséggel és eszközökkel rendelkezik hatékony információs programok végrehajtására az ENSZ tevékenységéről, hírlevelek, röpiratok és a többi kiadásával. Ennek kapcsán évente kellett beküldjenek olyan kiadványokat, folyóiratokat, amelyekben tárgyi bizonyítéka található az ezen a pontokban meghatározott feltételeknek a teljesítésére. Valószínűleg sok tanúnak, mint ahogy nekem is, abban az időben nagyon homályos volt, hogy miért jelenik meg sokszor a kiadványainkban olyan anyag, ami sokszor semlegesen, néha pozitívan, de foglalkozott állandóan az ENSZ-el, annak a tevékenységeivel. Mivel ez a képmutatás a legtöbb tag számára kiózanító lehetne, ezért az Örtanúi Társulat, Jehova Tanúi vezetősége mélyen hallgat erről a dologról, nem írtak soha semmit a kiadványaikban, a hivatalos tanuknak szánt kiadványaikban erről az esetről, és így elérik azt, hogy a legtöbb tanú ne is szerezzen tudomást a történtekről. Harmadik pont. A legtöbb Jehova tanúja nem tud arról, hogy egy vezetőtestületi tag az 1980-as években lemondott a tisztségéről, és elhagyta a vallást, mivel a lelkiismerete nem engedte meg, hogy továbbra is szentírással ellentétes tanokat és eljárásokat támogasson. Zárójelben megemlíteném, hogy vezetőtestületnek hívják Jehova tanúi között azt a csoportot, amely most jelenleg 8 emberből áll, és aki irányítja Jehova tanúinak a tevékenységét az egész világon, őtőlük indul a tanítás, a doktrina, minden, tehát ők a vezetői ennek a vallásnak gyakorlatilag. Ez a férfi, aki kilépett a legfelsőbb körből, Frederick Franznak, az Örtanúi Társulat egykori elnökének az unokatestvére volt, Raymond Franz. A kilépése és az, hogy megírta a Lelkiismereti Válság című könyvet, azért olyan jelentős, mivel egy olyan személyről beszélünk, aki végigmászta a ranglétrát egészen a csúcsig. Így egy olyan részére lett rálátása a szervezetnek, mely átlagos tagnak gyakorlatilag sohasem lesz. Ray szerette volna megmutatni, hogyan zajlanak a dolgok a vezető testületben, hogyan hozzák meg a döntéseket, olyan döntéseket, amelyek millióknak az életét érinti. Mondhatni, kiteregette a szennyest, bizonyítékokkal dokumentálva az állításait, és ezzel utat nyitott arra, hogy egy teljesebb és sokkal tisztább képet tudjunk alkotni a vezetőség etikájáról és a Bibliához való hozzáállásáról. Kevés olyan tanú olvasója akad a könyvnek, akiben nem omlik össze egy világ a könyv olvasása kapcsán. A könyv magyarul is elérhető, a linket a videó alatti legelső hozzászólásban találhatjátok majd meg. Negyedik pont. A negyedik pontot főleg azoknak címzem, akik jól ismerik Jehova tanúinak a vallását, hiszen olyan fogalmakról fogok beszélni, amik lehet egy kicsit nehezen érthetők azoknak, akik nem ismerik jól Jehova tanúinak a szervezeti felépítését, vagy azt a nyelvezetet, azt a speciális nyelvezetet, amit ők használnak. A lényeg az, hogy létezik egy kiskapu a kiközösítés elkerülésére azok számára, akik vezető pozícióban vannak. Erről valószínűleg egyetlen Jehova tanúja sem tud, hiszen ezt a véneknek szánt titkos könyvből lehet csak megtudni, a Terelgessétek Isten nyáját című könyvből. A 8. fejezetben ebben a könyvben a 22-28-ig terjedő bekezdések olyan esetekről írnak, amikor felül lehet vizsgálni egyes felelős testvéreknek az alkalmasságát, és a 25-ös bekezdés arról ír, hogy mit kell tenniük abban az esetben, hogyha egy felelős testvérről kiderül, hogy évekkel korábban egy olyan súlyos bűnt követett el, ami akár kiközösítéssel is járhatott volna.
Nos, egy ilyen esetben a többi vén úgy dönthet, hogy megtarthatja a felelős beosztását, amennyiben fennáll a következő három dolog. A bűn néhány évnél régebben történt, amikor még nem volt kinevezve. A második, a testvér megbánta őszintén, amit tett, például elismeri, hogy azonnal kellett volna szólnia. Harmadik, már évek óta hűséges tanú, és látszik rajta Isten áldása, a gyülekezet tiszteléért. Szóval, hogyha súlyos bűnt követett is el valaki, aki vén vagy kisegítő szóval Jehova tanú gyülekezetében, ha eleget vár, és utána azt mondja, amit kell, illetve nem jut mások tudomására a dolog, akkor megúszta az egészet. Részben ugyanez igaz az egyszerű tanútagokra is, de ott már sokkal komolyabban átvizsgálják a dolgot, meglepő módon. És egy sor további kérdést kell fontolóra venniük a véneknek, hogy eldöntsék, hogy szükséges-e bírói bizottságot felállítani, aminek a legtöbb esetben a kiközösítés az eredménye. Erről a vének könyve 12. fejezet 57-es és 58-as bekezdésében lehet olvasni. Ötödik pont. Az ötödik pont, amiről a tanúk többsége nem tud, főleg a nem angol nyelvterületen élők, a gyermek molesztálással kapcsolatos problémák és az ezzel kapcsolatban elvesztett perek, amiknek a kifizetésére az adományként kapott pénzt használták fel. Úgy a per költségekre, mint a kártérítésekre, ami millió dollárokat jelent. Azért említem az angol nyelvterületen élőket, mivel ezeknek a pereknek és vizsgálódásoknak a többsége az USA-ban, vagyis az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Új-Zélandon történt, és ezekben az országokban azért a média eléggé felkapta ezeket a híreket. Az egyik legnagyobb portkavart eset az Ausztrál Parlamenti Vizsgálóbizottság 2015-ben lezajlott vizsgálódása. Ezen vizsgálódás során 1006 állítólagos elkövetőről, illetve több mint 1800 áldozatról kerültek elő egyházi fejezések, a tanúk egyházi fejezései, amely esetek közül nulla, azaz egyetlen egy sem volt jelentve a hatóságoknak, a rendőrségnek. Hogy miért? Nos, a probléma gyökere alapvetően három dologban áll. Az első az úgynevezett két tanú szabály, vagyis a vallás berkein belül. Ha egy gyermek egy ellene elkövetett szexuális visszaélésről számol be, nem tekintik igaznak az állítását, és nem foglalkoznak vele érdemben, amennyiben nincs rá még egy tanú, vagy az elkövető beismerő vallomást nem tesz. Ez eleve abszurdum és felháborító. Mindkettőre nagyon kicsi az esély, így az elkövető szabadon járhat, kelhet egy ilyen vád után, vagy akár tovább is állhat, és máshol folytathatja a perverzitását, mint ahogy az számtalan esetben megtörtént. A második probléma az, hogy ha nincs két tanú a bűncselekmény igazolására, és a gyermek családja elmondja a másoknak is, hogy mi történt, akkor akár ki is közösíthetik őket rágalmazás miatt. Rágalmazásnak fogják tekinteni ezt a vének. A kiközösítésről röviden azt jelenti, hogy mindenki kerülni fogja őket olyan szintig, hogy még csak köszönni se fognak nekik. És ez még a saját családtagjaikra is sajnos érvényes. Volt olyan bírósági per, ahol a tárgyaláson a gyülekezeti tagok a vádlottat, a pedofilt, a szexuális ragadozót vették körül, biztosítva őt a támogatásukról, míg az áldozatot egyedül hagyták. A harmadik probléma a vallás patetikus méreteket öltő törekvése a jó hírnév, az image megőrzésére. A legtöbb tanú, és ezt tapasztalatból mondom, szégyelne a hatósághoz fordulni, mivel arra gondolna, hogy ez rossz fényt vetne rájuk, mint vallásra. A józan logika az diktálja, hogy ez a legfőbb oka annak, hogy a Jehova tanúi vénei nem jelentik automatikusan a hatóságoknak az ilyen bűncselekményeket. Ugyanis a véneknek nincs ilyen utasítás adva. Zárójelben megemlíteném, hogy ezzel szemben, hogyha valaki megzavarja az összejöveteleiket, és nem hajlandó távozni, olyan utasítás van nekik írásba adva, hogy azonnal hívhatják a rendőrséget.
Ilyen beállítottság tehát, és ilyen belső szabályok mellett nem csoda, hogy sajnos a legtöbb esetben minden vád titokban van tartva, ami egy tökéletes környezetet biztosít egy szexuális ragadozónak. Sokat lehetne még erről a témáról beszélni, ezért tervezem, hogy egy külön videóban beszélek majd erről. Ez volt tehát az én ötös listám arról, hogy mi az, amit javatlanul nem tudnak a saját vallásukról. Ha további ötletetek van, mit adnátok hozzá még ehhez az ötös listához, kérlek írjátok meg kommentben a videó alatt, illetve, hogyha bármilyen más ötletetek van, milyen videót látnátok szívesen tőlem, azt is írjátok meg bátran kommentben. Ne felejtsetek el feliratkozni Hitetlen Tamás csatornájára, hogy ne maradjatok le a következő videómról sem. Sziasztok!